A legenyhébb esetben a leégett bőr 3-5 napon belül gyógyul és nem hámlik, súlyos esetben viszont hólyagok keletkezhetnek, a gyógyulás 2 hétig is elhúzódhat, és akár orvosi, kórházi ellátásra is szükség lehet. Akár ilyen harmadfokú égési sérüléssel is fordulnak szülők a szakemberekhez, de a kisebb első fokú a leggyakoribb panasz. A megelőzés szempontjából a folyadékpótlás mellett fontos a megfelelő öltözet megválasztása a gyerekek számára, és ez nem csak a napszemüveget jelenti. A kis fejecskéjét, olyan sapkát, olyan árnyékos helyet keressünk neki, ahol nem éri, másrészt pedig a ruhája az egész testét borítsa, ha megyünk, ruha, és ugye a fehér ruha helyett a sötétebb, akár a fekete szerencsésebb, mert annak a hőenyelő képessége jobb, tehát az UVB sugár nem károsíthatja így. De természetesen ezt már mindenki tudja, a fényvédőkrémek használata nagyon fontos. Fontos azonban tudni azt is, hogy a 11 és 15 óra közötti nagyon erős UVB sugarakat még a legerősebb fényvédők sem biztos, hogy ki tudják védeni. A bőrgyógyászok és gyermekorvosok ezért legalább 30 faktoros fényvédő használatát ajánlják. Felnőttek esetében is érdemes ezt 2-3 óránként újra használni, a vízben mozgó gyerekeknél viszont a fényvédő hatása hamar elmúlik. Őket érdemesebb ettől is gyakrabban újra bekenni víz és homokálló típussal. Én azt javaslom sokszor a kicsik babás anyukáknak, hogy árnyékba nagyon kiválóan lehet barnulni. Tudni kell, hogy aki vízpart mellett vagy víz közelében éri a napfény, az többszörös hatást szenved a napfénytől, mert a víz felületéről is rávetül a napfényhatás, és ezáltal összeadódnak a hatások. A kicsi babával, kisgyermekkel, vagy meg a bölcs felnőtt, az úgy napozik, hogy árnyékban van. Így nem csak egyenletesebb a barnulás, de elkerülhető a leégés és az azzal együtt járó fájdalom is. A gyermekek bőre a legkisebb égést is megjegyzi, így ezt felnőtt korban újabb problémákat, akár korai bőrrákot is okozhat.